a jugoszláviai menekültek megsegítésére 30 évvel ezelőtt jótékonysági hangversenyt rendeztek a kecskeméti református templomban. A csütörtök esti adventi kórus hangverseny olyan volt, mint egy csodaszépen feldíszített fenyőfa. Rajta a csengők, a pedagógus énekkar, a református gimnáziumi kórus, a Hunyadi János általános iskolai énekkar, a Kodály intézeti kamarakórus, a Bójai énekkar és a felső tagozatos Kodály iskolai kórus tagjainak tiszta, szép hangjai. A díszek pedig a jelenlevők várakozó, csillogó szemei. Úgy ölelték őket körül a református templom falai, mint fenyőerdőt a hófehér táj. Az ott lévők azzal, hogy adakoztak, kivették részüket a Jugoszláviából menekült hontalanok megpróbáltatásaiból, és örömet okoztak a zene harmóniájával egymásnak, most pedig mindnyájunknak.